Tolna megyében megkezdődött az idős és szociális otthonokban dolgozók és gondozottak oltása. A kormány oltási terve szerint az egészségügyi dolgozók mellett a legveszélyeztetettebb csoportok kapják meg elsőként a vakcinát, ezért kezdődött meg az utóbbiban élők beoltása. Így történt ez Bátaszéken a Szivárvány idős otthonban is. Ezért is tartjuk fontos dolognak ezt a mostani eseményt, mert Tolna megyében a úgynevezett idős otthonokban lakóknak és itt dolgozóknak az oltása ez a mai napon kezdődött meg. Az egészségügyi kormányzat egyrészt meghatározta, hogy a különféle sorrendek alapján, de nyilvánvalóan először az egészségügyi dolgozókat és az időskorúakat, szociális otthonokban élőket kell leoltani, illetve meghatározta azt is, hogy lélekszám szerint milyen sorrendben kerüljön erre sor. Tolna megyében ez a bátaszéki otthon az első, és nyilván a többi otthont is folyamatosan ott is meg fog történni az időseknek és a dolgozóknak az oltása. Azért fontos, amit már többször hangsúlyoztunk, nyilvánvaló az idős emberekről gondoskodni kell. Ők itt többen élnek egy ilyen otthonban. Fontos dolog az, hogy a betegséget ne kapják meg, vagy ha átestek rajta, akkor ismételten ne kapják meg. Nyilván az egészségüknek a megóvásának az érdeke, ez az diktálja. Tehát ezért tartjuk ezt fontosnak. Természetesen, akik itt dolgoznak, ők egészségügyi dolgozónak minősülnek. Nyilvánvaló, hogy kölcsönös az érdek, tehát az idős emberek az ápolóktól, az ápolók pedig az idős emberektől ne kapják el a betegséget. Nyilvánvaló, hogy ez az otthon a kiinduló pont, itt egy meghatározott időn belül megtörténik az ismételt oltás, és valójában akkor lesznek védettek az itt leoltottak. Folyamatosan néhány héten belül én azt gondolom, hogy az összes otthonra Tolna megyében sor fog kerülni. A Tolna megyei Balassa János Kórház orvosigazgatója úgy fogalmaz, a vakcina az egyetlen lehetőség arra, hogy megállítsuk a koronavírus járványt és megszűnjenek a korlátozások, a maszkviselés, illetve hogy visszatérhessünk a normális mindennapokhoz. Az otthonban a dolgozóknak is és a gondozottaknak is a COVID elleni vakcinával végezzük az oltását. Az oltóanyag iránti érdeklődés nagyon nagy. Tulajdonképpen ez az egyetlen lehetőségünk ahhoz, hogy a járványból a kilábalást megkezdjük. Az eddigi életünket nagyon nagy mértékben korlátozták az intézkedések, a maszkviselés, távolságtartás. Ugye már ezt csináljuk gyakorlatilag tavasz óta. Itt van ez a nagyon nagy lehetőség a birtokunkban, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy éljen vele, hiszen ez a nagy alkalom arra, hogy a járványnak véget vessünk. Én nagyon hangsúlyoznám az egyén felelősségét, ami kétirányú, az egyik saját magával szemben, mert így védettséget tud szerezni úgy, hogy nem esik át a fertőzésen, tehát klinikai tünetek nélkül, hiszen az oltóanyag egy immunválaszt vált ki a szervezetben, és ezzel védi a környezetét is, hiszen ő maga már védett, és nem fogja, reméljük, hogy nem fogja tovább terjeszteni a fertőzést. Nagyon várták, hogy legyen oltóanyag, kezdődjenek meg az oltások, és az otthon nagyon felkészült az oltásnak a lebonyolítására. Ugye azért ez egy elég nagy szervezettséget igényel, egyrészt, másrészt pedig egy nagyon nagy közreműködést, felkészülést az otthon részéről, és nagyon-nagyon felkészültek az otthon dolgozói, a munkatársak.